Na sziasztok, én Sparks 02 vagyok, és ma újra elkezdtem videózni egy kis szünet után. Ja, szóval igazából csomó ember azt hitte, hogy abba hagyom a videózást, csomó ember azt hitte, hogy mit tudom, szünetet tartok, vagy egy csomó ember azt hitte, hogy mit tudom én. Na, mindegy, folytatni fogom, mostanában megpróbálok legalább naponta vagy két naponta felrakni egy videót. Azt igen. Na mindegy, most vagyunk fent a Daisy szerveren, ami most nyílt nemrég. Igazából most én itt vagyok a... Melyik ház ez? Azt hiszem ez a nyugati? Ups. Nem tudom, de a három közül gondolom valamelyik, mert ilyen három nagy ház van, és akkor mindig be van egy Kevlar dolog. Na mindegy, a Daisy igazából csak arról szól, hogy jön playereket, jöjjel meg mobokat, és úgy tudsz pénzt szerezni, úgy tudsz pár dolgot venni. Igazából ja, még ugye fejleszteni fogjuk ugye ezt, de nem ilyen lesz, csak még ugye ma nyílt. Azt mindegy. Ups, ott egy mellért, ami kell nekünk. Az biztos, hogy kell nekünk. Gyerünk. Nincs valami TNT, hogy vár per kit, loot, az kell nekünk. Igen, a Master Rangtól, ami nekem ott van fent, ami 230 forint. Igazából, aki dézizik sokat majd a szerveren, azok igazából érdemes nekik megvenni a Master Rangot, mert most egyébként még nem tud annyi mindent a Master Rang, de többet fog tudni. Például le tudsz hívni kettőféle kitet, és akkor ilyen kezdő cuccokat tudsz lehívni. Szóval, ja, és megint beszarkodik megint a hülye frepszem, mert nem tudom miért, de egyszer fogja magát, azt gondol egyet, és belaggol, elkezd laggolni. Nem tudom, hogy sok mód miatt. Úgy, az jó. Szaladtam. Nem haltatok meg mi. Úgy. Háj! Szerintem már megöltem mindenkit. Ha ezek... Aha. Jó, inkább mindjárt... Nem, áttérk a izé... másik videóvevőben, mert úgy látszik, ez a Fraps nem szeret engem. Szóval, mindjárt jövök. Na jó, beállítottam valamit, és elvileg most már normálisan fog futni. Aha, jó. Beállítottam, hogy izé maximum frapszen lehet 60 FPS, és pont jó. Oké. Szóval most igazából ebben a részben csak megmagyarázom, miért nem volt a mik a jövő a csatornán, meg a szerveren. Mik történtek, mert igazából sok ember most nagyon nagyon érdekes, hogy pár embernek, hogy most annyi minden történt most a szerver, egyszer volt egy nagy leállás, és utána meg egyből hups egy lobbyba került mindenki, szóval ezt majd el fogom magyarázni, csak én le akarok oda jutni. Gyerünk! Meg fog halni, ezek olyan erőszek! Remek! Na hát, itt van ez az emberke. Na hát, itt vannak a szabályok, ezeket igazából el tudjátok olvasni, most én nem fogom elolvasni. Igazából itt az a lényeg csak, hogy Kevlar armort próbál megszerezni, nem az a lényeg, de az a legjobb szett. Én pont azért voltam ott abban a toronyba, házba, hogy megszerezzem az egyik részét, de nem tudtam, mert az a baj, annyian voltak, azt ja, itt lehet megvenni ugye a Master Rangot, és oda ki van írva, akik nem tudnak olvasni nagy betűkkel, hogy Daisy only. Szóval nem akarunk olyan, mit tudom én, üzeneteket kapni, hogy megkaptam, megvettem a Master Rangot, de nem kaptam a Skype PvP-n. A Master Rangnak köze sincs a Skype PvP-hez, se a... melyiknek, a kit PvP-nek, vagy bármi ilyesminek.
Szóval igazából, ezt a kettő szervert, kettő jó van. Na, ezt a szervert igazából én vezettem, ugye meg a ilyen Kirix, vagy Dvízi más néven, vagy Kristóf, vagy nem tudom ki, hogy ismeri. De Scouter, hát volt egy pár neve már neki, de mindegy, én meg ő vezeti ezt a Dízi szervert, igazából az ciao. És nem oldott meg a Fraps probléma. Jó, lehet áttérk egy másik recorder programhoz, mivel ez nagyon egy szar. Most már nem tudom, mondták, hogy most már nem szar a Fraps. Na mindegy, igazából itt még... Hát ez a nagy lag, geci. Ez volt múltkor a Lehikének is. Azt nem tudom, hogy ő mit csinált, mondta, hogy amit csinált, azt... Az a baj, hogy semmit be... Minden, bármit beállítok, de ugyanannyi FPS marad. Szóval most állítanám mitől kettőre a csánkot. Ugyanúgy 30 FPS, szóval nem az izé gépemmel van a szar, miatt mindenki azt hiszi. Hanem ezzel a nagy szar Frapszel. Na mindegy, itt már ezt még be tudom mutatni, mert jaj, ez nem lagol. Szóval itt tudod megvenni ugye Master Rangot, itt tudod elkezdeni a DZ játékvilágát. Igen, most ezt nem fogom megnyomni, mert milyen... gratulálok. Oké, ezt meg fogom javítani, ne ezt sem TNT-zni. Vivian. Abba hagynád, vagy lesz egy szép ban. Aztán, hogy kell egy ennel, vagy két ennel. A csomagokat ugye, aki itt lootot, meg a kombatot. A kombatot meg is mutattam, mire nem láttátok páran. Igazából egy full cloth szettet, meg egy stone hatchetet kapsz. Na mindegy, most a mapról beszél. Nem tudok beszélni. Na, mapról szeretnék majd beszélni. Szóval ez nem más ugye, mint a Rust mapja. Nem tudom, hogy ki ismeri. Nem tudsz békén hagyni, mi? Nem tudsz. Jaj, faszom, ez be a lagba már. Na, ezt megoldom ide után. Esküszöm, hogy ne legyen valamilyen szar lag ezzel a programmal. Na, az a lényeg, hogy itt spamnoltak mindig, 10 már... Nem tudsz békén hagyni, ölnöd kell. Tudom, hogy ez a Daisy lényege, de... Követsz hát. Az, követsz, én nem basz meg. Öljél meg, basz meg. Nem tudom, hogy mit... Ja, de várj, elveszítem a pénzt, hogy öljön meg. ja igen, itt veszítesz pénzt, 5%-ot a pénzedből, szóval akik ilyen matek zsenik, azok ki tudják kb. Számítani, hogy mennyi pénzt fognak veszíteni, szóval... most nem fogom most itt számolgatni, na mindegy. Vivian, nem tudsz békén adni, addig én felveszem azt, tehát hogy kevesebb sebzést kapjak tőle. Na, szóval ugye Rust map, a chestekben van minden szar rejtve. Ezeket igazából majd később fogom bemutatni, hogy mi hol van kb. Ha akarjátok megnézni, ugye? Jó, nem követ. Szóval, ja. Igazából ennyi a maphoz. Nem akarom nagyon spoilerezni pár embernek. Mert most nyílt nemrég, szóval nem akarom most egyből, hogy most mindenki tudja, hogy hol vannak a cuccok, meg ilyesmi. Most játszatok egy kicsit, meg tudjátok úgyis. Szerintem hamarabb, mint például én videóznám le, mivel én nem egyből fel fogom rakni 3 nap múlva, hanem max 2 hét múlva, hogy kb. Hol vannak a cuccok kezdőknek. Na mindegy, igazából ennyi a Daisy-ről. Ebben a videóban csak igazából Daisy-t akartam bemutatni, hogy kb. Milyen lényege van. Következő videóban ugye más programmal jövök, recorder programmal, ahogy belül, meg shaders-szel, mivel ez így egy ronda szar, egy játék így, hogy semmi grafikája nincsen. Gyere! Yes, vidizek! Benehetsz a vidibe, örüljé, ne. Ja, igazából. Mindegy, amúgy ha tudtok szólni a haverjaitoknak, hogy újra elkezdtem videózni, és hogy ők is nézzenek, az nagyon megköszönném,
ha szóltok nekik, hogy ugye azért mégis legyen a normális nézettségem, mint múltkor, ugye a, mit tudom én, egy hét alatt 500 megtekintés, ami hát nem sok lehet pár embernek, de nekem az, az jó volt. Igazából külön videóban fogok beszélni a lobbyról, meg a lobby szerveriről, most csak a Daze-ről beszéltem. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, nagyon jól meg, nagyon jó lenne. És abba hagyta! Ja nem. És nagyon jó lenne, ha lenne több feliratkozom. Most így is azért attól függ, hogy nem videóztam már pár hónapja, 100 subot szereztem szinte, ami nagyon komoly. Mindegy, ennyi lett volna, ha tetszett, akkor ugye mondtam, lájkoljátok, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel. Na, sziasztok!